Nagyon szépen köszönöm. Ez már nem, olyan volt, hogy nem is kávészünet, hanem párinka szünet utáni visszaállás lett volna, de lényeg az, hogy összerendeződtünk. Amit szeretnék mondani először, hogy milyen érdekes az élet pont, most délelőtt, ahogy nézegettem az e-mailjeimet, és az egyik orvos ismerősöm küldött nekem egy cikket, ami arról szólt, hogy a fiatalok körében, most itt a fiatal felnőttek 18-tól 24-ig, hogy mennyire gyakori ugye ez a szexuális folytogatás, és hogy mennyi negatív következménye van. Tehát így például, ugye ez elsősorban nőket érinti, de hogy, hogy például akár váratlanul 50 éves kor alatt sztrók, fülzúgás, rendszeres fejfájás, mert hogy ez egy oxigén, és ilyen értelemben a vérellátást, az agyi keringést érint állapot, és hogy hadd tegyem hozzá, hogy nyilván ezt a praxist is nem máshonnan vettük, mint a pornóból. Mint egyik ismerősöm mondta, egy férfi ismerősöm, amikor, amikor kimondottan az egyik hölgy ezt kérte tőle, hogy mi történt itt. Egy olyan, mintha a bosszoni folytogató járt volna előttem, tehát, hogy erre miért van igény. És ugyanígy egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy amikor egy vagy két évvel ezelőtt a Nemzetközi Szexuális Medicinatársaságtól kaptunk egy ilyen körüzenetet, hogy figyelmeztessük a klienseinket, hogy nagyon megemelkedett például a pénisztörésnek az előfordulása, mert hogy otthon szeretnék leutánozni ugye a filmekben látottakat. Ne felejtsük el, hogy azért a filmekben forgatás zajlik, látvány kell. Tehát most ilyen viselkedés, tartalomelemzésként megállapították, hogy mondjuk például az orális szexben a férfiak jobban kinyújtják a nyelvüket, hogyha nőfele irányul, új is, hogy sokkal vehemensebben történik. De ugyanígy, amit én egyszerűen most bocsánatot kérek, csak ilyen ütvefúró típusú szexnek nevezek. Tehát nyilván, hogyha ott lent maszatolunk, abból nem lesz film, nem lesz forgatás. Tehát, hogy minden el van túlozva, és hogyha ezt leutánozzuk, akkor igen, pénisztörés és gátszakadás felnőttek, de akár fiatalabbak esetében is. Én erre egyébként azt a példát szoktam hozni, hogy ez olyan, mint megnézzük a kalandfilmeket. De ettől függetlenül azért, hogy ha nyaralni utazok, akkor nem a repülőgép szárnyán szeretnék utazni, hanem veszek egy jegyet. Tehát, hogy ez is probléma, hogyha elhisszük azt, mert hogy bizony nagyon torz a pornónak a, az ábrázolása, és nem azt a gyakorlatot veszi, most nem szeretnék ilyen antikutatásokkal jönni, de hogy például, hogy az 50 legnézettebb film már 2006-ban, hogy ott 80-90 között van, tehát a legnézettebb filmeknél az agressziónak az aránya. Ez legtöbbször nők ellen irányul, ahol a filmekben a nők ihevezetet mutatnak rá, és csak 5%-ban érkezik maximum negatív reakció, vagy semleges. Tehát azt, hogy ebből tanulunk, -e, tehát ez most aktuálisan a fiatalok számára a felvilágosítás, és akkor rögtön had is kezdjem azzal a történettel, amivel eredetileg szerettem volna kezdni. És ebben most azt hiszem, hogy egy kicsit sokkolok is, de sajnos igaz, és egyre többet hallom. Tehát az alap az, amikor öt éves kisfiúnak a nyolc éves bátyja mutat a telefonján egy felnőtt filmet, amin egy orális jelenet zajlik éppen. A, nagyon tetszik a kisrásznak. Itt még bocsánat, azt hozzátenném, hogy ugye a széles sávú internetnek köszönhetően most már bárhol, bármikor nézhetünk felnőtt filmeket. Ott van ugyan a gyerekek számára az az elrettentő 18-as karika, de még nem nagyon láttam fiatalt, aki erre azt mondta volna, hogy jó, fúj, nem, majd pár év múlva ide visszatérek. Tehát az, hogy bárhol elérhetik, és hadd tegyem hozzá gyerekcsoportokban. Tehát, hogy az a nehéz, hogy régebben az volt, az a kérdés volt a leggyakoribb a szülők részéről, hogy hogyan, hogy mikor világosítsam fel a gyereket. Hát ma már erre már nincs szükség. Olyan értelemben, és ezt negatív értelemben mondom, hogy szinte mindenhol van egy olyan gyerkőc, aki vagy nincs eléggé a figyelem középpontjába, vagy csak egyáltalán népszerű akar lenni, és megmutat egy ilyen filmet a többieknek, visszakanyarodva az eredeti történethez. Tehát a nyolc éves bátyja mutatott itt jelen esetben a kisrácnak, akinek nagyon tetszett ez az orális jelenet. El is határozta, hogy majd ezt, ezt fogja holnap nap játszani az óvodába, majd ráveszi a kislányokat. Hát a kislányokat nem sikerült rávenni, de a kisfiúkat igen. Most el lehet képzelni azt a riadalmat, amikor az öt évesek csoportosan a fiúk egymáson az orális szexet gyakorolták. Hát elég gyorsan hívtak engem. De azóta sorra gyűjtöm be, ez volt számomra is az első sok. De sorra kapom az ilyeneket, amikor a kis kisfiúk kimennek, és óvodában. Tehát ezt játszák egymással, és akkor hadd mondjak még egy számomra nagyon traumatizálót, mert más, amikor halljuk, és más, amikor ott ül velem szemben. Hihetetlen gyakori az, hogy a testvérek egymás közt ezt játszák megnézik a filmekben. A fiú általában most a, a prototípus az, de ugyanígy előfordul fi, két fiú között is. Mondjuk úgy 11 év körüli fiúnak nagyon tetszik, szeretnék kipróbálni. Ez annyira izgalmas, és mondjuk ráveszi az 5-6-7-8 éves kis hugát, aki meg nagyon szeretne a báty kedvébe járni. Érzi, hogy valami nem teljesen oké, okay, de mégis benne van, és amikor aztán felnőve rájönnek arra, hogy mi volt az, a fiú által nem akar emlékezni rá, tehát hogy, hogy nem, ugyan már, hát csak játszottunk. A lánynak viszont ez egy trauma. Tehát erről szól például az internetnek, a pornográfiának a világa. Tehát a felvilágosítás ma már nem virágnyelven történik. És azt, hogy mennyire gyorsan változik. Tehát ez az egyik ilyen angol nyelvű cikk mondta, hogy ma már mondjuk itt azt, hogy XYZ generáció, XXX generációt nevesíthetünk, mert hogy mennyire egyre olcsóbbá, egyre inkább elérhetővé várt a pornográfia, egymásra egy jobban licitál egymásra, és egyre extrémebb a tartalom. És most bocsánat, én pont ezt szoktam mondani, hogy valójában, tehát ez, ez nem egy moralizálás, hanem, hogy mennyire belépett a felnőttek, illetve hát sajnos most már a gyerekek életébe is. Most hadd mondjam azt a példát, amit így gyakran szoktam, hogy mennyire más volt mondjuk a videotékák időszakában. Amikor apa lement a videotékába, Örülnézett, nincs ott a szomszéd, sietve két mesefilm közé. Berakta a filmet, hóna alá gyorsan fizetett, és alig várta, hogy vasárnap végre, ebéd után anya levigye a két gyereket a játszótérre, elővette a kis filmecskéjét, és kapott -e egy kis vérfrissítést, egy plusz fantáziát, esetleg ö, anyát is elhívta, hogy már mint a feleségét, tehát, hogy okozott-e akkor ilyen problém? Nem. Tehát nem, mert most a mennyiségével, a korlátlan hozzáférhetőségével és az egyre extrémebb tartalmával van baj, hogy olyan dolgokat ábrázol és emeli folyamatosan az inger küszöbünket, amit két ember egymás közt nem tud megvalósítani. Ugye? Már csak egyszerűen az, hogy nem tudok ugratásra, szőke, barna, vörös, fekete, ugye kettő, három, grupi, kecske is betipek, stb. Tehát, hogy folyamatosan emel ilyen értelemben a tétet, és nyilván, tehát iparág épült rá. A szex nagyobb üzlet, mint a kosárlabda és a futball együtt, és hát valahol, ha már pláne itt vagyunk a székházba, hát akkor hadd tegyem hozzá ugye ezt a képet, ugye, mint látjuk, amikor elkezdett megnőni ugye a kép, hogy valószínűleg itt jöttünk rá, hogy a telefonon pornót is lehet nézni. Üh, és akkor itt hadd hozzam be ezt a váltást, ezt a nagyon sokat idézett 2005 és 2006 között. Ugye, ahogy mondtam, a videótékákat ott volt az, hogyha ugye a 2005 a kék vonal, a zöld a 2006, itt vette át a hatalmat már az internet. Tehát innen indult, és akkor nagyon sok kutatás volt a fiatalokra vonatkozó hatására. Akkori adatok szerint átlag 11 évesen, ugye ne felejtsük el, akkor még ez úgy nézett ki, hogy a családnak volt egy számítógépe, amire ha rátették a szűrőt, hát akkor apa is így járt, ugye? De különben azért nem volt olyan bárhol, bármikor elérem. Tehát akkor átlag 11 éves jutottak hozzá a pornóhoz. Egyébként leggyakrabban házi feladatkészítés közben. Mert hogy mindenféle hívó szavakkal még a Jurassic Parknak is volt pornóváltozata. No, és akkor serdülőkre rátérve. Azt hadd tegyem hozzá egyébként, tehát, hogy hogy a gyermeki lelket általában a lányokat nagyon sokkolják, hogyha gyerekkorban találkoznak ilyen tartalmakkal, méretekkel, formákkal. A fiúk izgalmasnak szokták találni, ami nem jelenti azt, és ezért is az előadásom címe a pszichoszexuális fejlődés, ami nem jelenti azt, hogy nem avatkozik be a fejlődő pszichének az érzelmi életébe mert mi nincs a pornóban, nincsenek érzelmek, nincs gyengétség, nincsen kapcsolat valójában. Jellemzően vadidegenek találkoznak, és utána, mintha mi se történt volna, folytatják az útjukat tovább. És még sok minden, a rossz hírem, hogy erről fél éve tudnék mesélni, mert egy fél éves tárgyam épült rá, no, de akkor folytatnám. Tehát, hogy miért annyira veszélyes a serdülőknek? Azért, mert a serdülőkori agyiplaszticitás, hogy annyira jó, annyira tanulékonyak, ugye, mint a szivacs. Ami akkor beleég, beég az idegrendszerbe, az benne marad. Mindezt ráadásul egy hormonális robbanás hátterén, ugye, ez egy nagyon tesztoszterondús időszak. Azt szoktuk mondani, hogy a libido a tárgyát keresi, tehát azt, hogy mi lesz majd. A későbbiekben számomra szexuálisan vonzó, szexuálisan meghatározó. A serdülőkor egy nagyon jutalomérzékeny időszak. Tehát nagyon a gyors kielégülésre, mindenből olyan sietve akar mindent, és mivel ez válik számára jutalmazóvá, a gyorsan, hirtelen, bárhol, bármikor ért kielégülés. Tehát ez az, amire a dopamin rendszert, az agyi dopamin rendszert ilyen értelemben erre hangolja függőségek. Ugye, ha nem szokunk rá serdülőkorunkban a cigarettázásra, kicsi a valószínűsége, hogy ez később bekövetkezik. Tehát magyarán nagyon függőké is tudunk válni. Ráadásul a fiatalnak a késleltetési képessége még nincs. Tehát az a várakozás. Ugye a serdülő nem nagyon tud várni. Az agyban az önszabályozás 23 éves korra alakul ki. Az önkontroll, tehát a cselek és legátlása az önszabályozás. Ráadásul, és ezt hadd tegyem itt, ezt többszörösen aláhúznám, majd mindjárt erről még pár szót mondok, hogy a serdülőkor, a parafíliák régi romantikusabb nevén a perverziók kialakulásának az időszaka. Tehát amire ilyenkor, és hogy miért növekedett meg ennek ennyire az aránya, hát a filmek miatt hogy mivel találkozunk véletlenül. És van egy olyan kifejezés, hogy az ingernek való kitettség. Tehát a, keresi ne, a serdülő nem keresi ezeket az extrém tartalmakat, bár nagyon tetszik neki. Tehát a serdülőkor az az újdonságkeresés időszaka, tehát ez a szenzoros élménykeresés, hogy vágyik, és van, hogy a fiúk azzal versengenek, hogy ki talál extrémebb felnőtt filmet. És ez válik meghatározó. És modellkövetés. Tehát az, hogy a serdülő az egy modelléhes állapot. Vágyik az idolokra, a példaképekre. Sajnos kár, hogy most a pornószínészek azok, és ez a lányoknál a különböző ilyen testmódosításain látható. Azt, hogy mi a divat, olyan szemöldök, olyan cici, tehát konkrétan, hogy a pornószínésznők válnak ilyen értelemben, még a test szempontjából is divat diktátorra. És hát az, hogy szokások hogy automatikussá válik a válasz, hogy gondolkodás nélkül nyitja meg az oldalt és reagál rá. Amiért én ezt behoztam? Ez 1896 az első idézője pornóda, nevezzük inkább erotikus viselkedésnek. Ezt egyik kollégám küldte át, hogy na, ez a késleltetési képesség, amikor körülbelül 40 percen keresztül ez a hölgy csak vetkőzött, azt hiszem ez az utolsó kocka volt. Tehát ide jutottunk el. Ugye hát ez azért még nem az a vad nyers erotika. Ma már ugye a serdülőknek szánt videoklippek is, így néznek ki. Ugye ez mondjuk éppen Krisztina Aguera, és ha jól sejtem, vagy Kylie Minuk, vagy Madonnának egy kis részlete. Tehát az, hogy a, a serdülőknek szánt videoklipek, azért mondom azt, hogy serdülőknek, mert mikor ülünk le, mi felnőttek órákon keresztül videoklipeket nézik. Ők azok, akiknek az emberi kapcsolatokról, a divatról, és az, hogy mi a menő, onnan tájékozódnak. És akkor nézzünk, hogy mik azok a főbb ilyen klaszterek. Mik azok, amiket elsősorban mikre keresünk, amiben kiszolgál minket az internet. Hát egyrészt a tömegjelenetek, Gangbang és a bukák, tehát általában egy nő és sok férfi csinál valamit például, bennek minden változata is jelen van. Illetve itt főképp azt mondanám, arra azt hangsúlyoznám, hogy egyre inkább a fétisek, illetve a különböző akár még a DSM5-ben is parafiliaként definiált dolgok. Tehát legyen szó itt urofiliáról, ez szépen mondjuk az internet úgy hívja, hogy aranyeső, tehát itt a vizeletjátékai, és nem is folytatnám talán ezt a sort, tehát azt, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket, és egyre újabbakat gerjeszt. Tehát a korábbi tartalom már kevés az izgalom kiváltásához. És akkor még egy dolgot, ezt egy pár évvel ezelőtti, ha jól emlékszem, egy amerikai cikkben volt. Itt ami a lényeg, az ugye itt nem a, a pirosa fontos, hanem a többi. Az, amikor tehát nem véletlenül fogalmazott így az, a cikk szerzője, hogy egyre inkább ilyen incestuálá válunk. Tehát azt, hogy akár nézzük meg, a pornó legalizálja azt, hogy anyával és lányával az ágy Ágyban, két testvérrel az ágyban. Itt most éppen a, 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 népszerű tartalmak, ugye a mostohanyával, a nevelő apával, stb. Tehát, hogy simán találunk ilyet, és hogy ez validálja, elfogadottá teszi. És akkor hadd mutassak még itt az előadáson vége felé akkor egy olyan képet, ami pedig, ugye, tehát ez a legnépszerűbb pornó az éves keresési listája, hentáj győzött. A hentájról annyit szeretnék mondani, hogy tehát a hentáj esetében, nem tudom mennyire ismerik, ezek ilyen animált, rajzolt képek, hogy ne arról az oldalról, köszi. <tosz> Tehát. Na, szóval a hentai esetében ezek ilyen rajzolt animáltak, és onnan indult egyébként ez Japánból, tehát a, a halász tehát a, a, sunga, manga, hentai, ami arról szól, hogy a nő és a polip. És abból aztán ez kitágult, tehát már nem csak ezek az ilyen erotikus metszetek, illetve képregénysorozatok láthatók, nak napvilágot, hanem mi ebben a, az erős, az, hogy ugye ezek olyan képek, és annyira érdekes, amikor ezt például szülőnek mondom, akkor azt mondja, hogy jaj, hát ilyen kis rajzolt figurák, jaj, de cuki. Nem, ez nem a cuki kategória, hanem ezzel az a baj, hogy olyan dolgokat, tehát egyrészt olyan szupernormális idomok vannak benne, amilyen a valóságban nincsen. Tehát mi nem rendelkezünk olyan méretű ö, ilyen értelemben nem is szervekkel, illetve nincsenek olyan reakciók, nem vagyunk olyan hajlékonyak, tehát, hogy olyat tudnak bemutatni, amire mi fizikailag képtelenek vagyunk. És akkor most mondom ennek a következményét, egyre több olyan kliensem van már, 20 éves korú, aki Például, de akár már az el, egyel előtte lévő generáció is 27 éves fiú mondja nekem, hogy nem tud Például, csak úgy tud szeretkezni a partnerével, hogyha közben a, a különböző hentályfilmekre keres rá. Vagy pedig azt mondja, hogy egyszerűen már nem tud, nem érdekli az ember. Próbált a fiúval, próbált a lányjal, és rájött, hogy ő csak a hentály érdekli. Tehát ez a baj, hogy így pont azt veszi el tőlünk, amit keresünk. És nem szabad azt, még ezt szoktam elmondani, hogy az a baj, hogy a gépek ilyen értelemben egyre inkább jobbak nálunk. Tehát azt, hogy gyorsabban tudnak repülni, nagyobb a Memóriájuk, jobban tudnak sakkozni, több nyelvet beszélnek, ha még a szexet is elveszik tőlünk, akkor nagy bajban vagyunk. Úgyhogy ezért fontos erről beszélni, és nagyon köszönöm a figyelmet. Egyébként ezért írtam ezt a könyvet, ezt csak ezért szeretném itt mutatni. Kimondottan serdülőknek, úgy mond az őszintjüknek, tehát, hogy mennyit hajlandóak egy nap elolvasni, 500 karakter. Tehát, hogy magyarán inkább, inkább ilyen értelemben beburkolva, és röviden összefoglalva, de be kell, hogy valljam, hogy a fő hangsúly az a pornográfiám van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a figyelmet.